Egyszerűen megnyíltam a térre, és minden olyan jónak tűnt, és azon tűnődtem, mi a fene folyik itt. És a jobb fülemet a párnámhoz nyomtam, és hallottam őt, hallottam a bal fülemmel. Először. Kaptam egy második diagnózist, hogy áttéteim vannak. Hogy 4-es stádiumú rákom van. A rák visszatért a mellembe, abba, amelyiket eltávolítottak. Ez valami nagyon ritka dolog volt, és a rák a tüdőmben is megjelent. Szóval nekem, én akkor azt gondoltam, hogy most meg fogok halni. Áttéteim voltak, és ez a szó számomra olyan volt, mint az utam vége. Májusban megkaptam a koherencia gyógyítást, távgyógyítást, és júliusban ismét több vizsgálat, és a rák teljesen eltűnt. A ráknak semmi jele nem volt a testemben, és az orvosaim nagyon meglepődtek, és azóta majdnem 2 éve rákmentes vagyok. És elkezdtük megfigyelni, hogy nem allergizáltam semmire, mert korlátozva voltam egy kevés ételre, és ezek bekapcsolódtak váratlanul. És ez rémisztő volt, mert teljesen összeomlottam, vészhelyzetbe kerültem, 2 epipen injekció. Az ő megoldásuk prednizolon és egy doboz tabletta. Egyet sem vettem be közülük azóta, a meditáció óta. Semmit. Egy csodálatos meditáció után csodálatos volt számomra. A fájdalom elkezdett eltűnni. És azt kell mondjam, azt gondoltam, hogy ez a környezettől volt. A 3. nap felkeltem reggel, és a fájdalom nem volt ott. És nem tudtam ezt elhinni, mert 11 éven keresztül mindig fájdalommal keltem fel. Szóval ez teljesen új volt számomra. Annyira könnyűnek éreztem magam, és magasat éreztem, hogy mondjam, magasabbnak éreztem magam. Szóval 2 vizsgálat között csak a meditációkat végeztem. Ez az, amiért olyan durván hihetetlen és elképesztő, hogy kiráz a hideg, a rá gondolok, nincs semmi. Nincs rák a testemben. Nem találtak semmit. Nincs tumor a májamban. Több tumor is volt. Tudod, a tüdő, vesék és a mirigyrendszer ezekbe is elterjedt. Igen, ez mindenkit kiakasztott. Felülvizsgálati papírokat írnak, mert ez olyan ritka rák, senki nem jön vissza ebből a különös betegségből. Elkezdtem az energiaközpontos meditációt. Minden nap reggel 5-kor egyet sem hagytam ki, és igazán koncentráltam a pajzsmirigyre. És 2 hónappal később azt mondta, rendben, csináljunk vértesztet újra. Annyira csodálkozott, hogy azt mondta, ez nem jó, menjünk egy másik laborba. Így csináltam ugyanaznap 2 tesztet, vagy 1-2 napon belül, és azt látta az orvosom, hogy ezek rendben voltak. Szóval a számok annyira megdöbbentőek voltak számára. Eljött hozzám, és azt kérdezte, mi a csodát csinálsz? Tudod, nekem ez a szakterületem. Ő egy nagyon profi orvos Mexikóban, nagyon elismert endokrinológus, Londonban tanult, szóval évekig tanultam, és ez nem történt meg. Volt egy mozgássérült mopedem, volt egy járókeretem, ha úgy éreztem, hogy egy kicsit tudok járni. Volt egy oxigénkészülékem. Volt néhány székem. Volt egy merevítőm, ami összetartotta az ízületeimet. Azon az eseményen, az első koherencia gyógyítással meggyógyultam. Aztán 1 héten belül már nem szedtem gyógyszert.
nem használtam oxigént, nem használtam a mopedet, vagy a járókeretet. És ez egyre jobb és jobb lesz. Szeretném, ha mindenki tudná, ha vannak kétségeid, gondolataid, hogy ez nem lehetséges számodra, ha megvan benned a hajlandóság, a változásra, és az ismeretlenbe lépésre, akkor bármi lehetséges. Ez megtörtént velem. Azonnali biológiai frissítés történik a testben, olyan ez, mintha az energia informálná az anyagot, amikor csatlakoznak ehhez a láthatatlan mezőhöz, és a stressz, a betegség az autonóm szabályozási zavar. És az autonóm idegrendszer az az automatikus rendszer, ami a test minden rendszerét irányítja. Az emésztőrendszeredet, az immunrendszeredet, a reproduktív rendszeredet, a szív- és érrendszeredet. Ez ad neked életet. Amikor a stressz megjelenik, kimozdulunk a homeosztázisból, az egyensúlyból. Ha ezt elégszer csináljuk, az autonóm idegrendszer soha nem tud rendet tenni, és ezt hívják szabályozási zavarnak. És az agy nagyon rendezetlen, és az üzenetek az idegrendszerből, amelyek a test minden sejtjét érintik, nem hordoznak rendezett információkat, nagyon zavarosak. Így a sejtek is elkezdenek zavartak lenni, és nem tudnak kommunikálni egymással, és ez a betegség, vagy a test valamelyik rendszerének meghibásodása. Tehát, amikor megnézzük az autonóm idegrendszert, ezeken az agyi felvételeken, amikor az illetőnek van ez a pillanata, hatalmas mennyiségű autonóm szabályozás történik. És olyan magas gamma frekvenciák vannak, hogy most a sejt rengeteg információt kap, rendezett információt. És minél magasabb a frekvencia, annál nagyobb az energia, így a sejteket információk rázzák fel, és ez a test felemelkedését okozza, és minden betegség egyfajta frekvencia csökkenés a testben. És a testet felemeli a fény, felemeli az energia, és az ember kapcsolódik. És amikor ez megtörténik, akkor érzékelik a tudást. Tudod, láttunk négyes stádiumú rákot, teljesen eltűnni. Láttunk ekcémát, láttunk miasztenia graviszt, láttunk agysérült embereket, akik kerekes székben ültek, akiknek gerinc sérülése volt. Tudom, ez őrülten hangzik, vak emberek látnak, valahogy beleharaptak a teljességbe. És a testük valamilyen módon helyreállt, és a történetek hihetetlenek, mert egy nagyon erős testi tapasztalatuk van, mintha éreztem volna ezt az energiát. Hatalmas szeretetet éreztem, és ez az élmény szó szerint kirántja az agyat és a testet a múltból a jelen pillanatba. És az extázis, a boldogság, a kapcsolat, bármi is az, a testet a frekvencia magasabb szintjére emeli, közelebb a forráshoz, közelebb a tiszta szeretethez.